Akik követik a csatornát, azok tudják, hogy a világ egy hatalmas hazugságra épül, és minden eleme arra szolgál, hogy ezt a hazugságot tovább erősítse, illetve tovább építse és programozza az embereket. Azonban most találtam egy videót, ami még jobban bizonyítja azt, hogy a mai társadalom milyen szintre süllyedt, amikor arról van szó, hogy mennyit ért meg a valóságból, illetve abból a világból, amiben él. Mielőtt azonban megnézzük a videót, tárgyaljuk meg azt, hogy mit is jelent a demokrácia szó. Ez a wikiszótár.hu oldal, és itt láthatjuk azt, hogy a demokrácia szó, görög eredetű szó, demokrácia nép, uralom, demos nép, kratos, rácia, uralom. Abból a görög társadalomból ered, ami tovább vitte azt a pogány kultúrát, és azt az erkölcstelen életmódot, amit az összes azt megelőző kultúra folytatott, ahogyan ezt az írás taglalja. Demokrácia nem más, mint egy újabb hazugság. Ha valaki azt gondolja, hogy a szavazata számít, vagy a véleménye számít, vagy a petíciói, vagy a levelei, a tüntetései, vagy a lázongásai az utcán, akkor az már is rész a problémának. Az a fajta demokrácia, amiben mi élünk, arra talán a legjobb szó a programozás, illetve az agymosás. Az emberek azt gondolják, hogy szabad akaratuk van, és a véleményük, a sajátjuk azonban észesen veszik azt, hogy kontroll alatt állnak, és szinte minden, amit gondolnak, vagy mondanak, éreznek, vagy tesznek, az valamilyen külső forrásból sugalmazott gondolat. A média, az oktatás, a tudomány, a politika mind ezt a célt szolgálja, akárcsak a szórakoztatóipar. Az a céljuk, hogy gondolatokat ültessenek el az emberek fejében, hogy aztán azok alapján manipulálni tudják őket. A hatalom céljainak megfelelően. Azok, akik uralják és irányítják a világot, soha nem engedték ki a kezükből a hatalmat. Soha. Ha valaki azt gondolja, hogy a francia forradalom, a magyar szabadságharc, vagy a görög demokrácia, vagy a római társadalom bármiben is különbözött, akkor ez nem tartja nyitva a szemét. Okos emberek évszázadokon, év ezredeken át irányították a társadalmat, és manipulálták, illetve mozgatták a tudatlan tömegeket az ő saját akaratuknak és céljaiknak megfelelően. A kenyeret és cirkusz társadalom mindig is nagyszerűen működött, hiszen a tömegeknek elegendő volt annyi, hogy kielégítsék a legprimitívebb szükségleteiket, és meglegyen a látszata annak, hogy bármiféle beleszólásuk is van a világ dolgaiba. Annak ellenére, hogy a világ folyamatosan és fokozatosan Elvette tőlük még azokat a jogokat is, amiket látszólag adott neki. Az emberek nem fogják fel, hogy a jogaik azért vannak, mert azok, akik uralják és irányítják a világot, akarják, hogy nekik jogaik legyenek. A manipuláció és a propaganda, a programozás lényege az, hogy pontosan annyi szabad teret adnak a hordának, hogy az még végre tudja hajtani azokat a manővereket, amiket azok akik uralják és irányítják a világot, szeretnének, hogy végrehajtsanak. Egyre közelebb és közelebb sodorva őket ahhoz a végkifejlethez, amit ők már réges-régen elterveztek. Még tünthetetünk, még autót vezethetünk, dolgozhatunk, szabadon vásárolhatunk és mozoghatunk relatíve azért, mert ők így akarják, hogy ez így legyen. Azt akarják, hogy az emberek azt higgyék, hogy nekik vannak jogai, és hogy ők valamiféle szabad társadalomban élnek. Ugyanúgy akár csak a szabadon tartott állatok. Az állat azt gondolja, hogy szabad egészen addig, amíg eljut az elektromos kerítésig, és akkor rádöbben arra, hogy a szabadsága csak addig tart, ameddig azok, akik uralják és irányítják őt, és azt a területet és a világot engedélyezik neki. Ugyanígy működik az emberiség. Ez a demokrácia lényege. A demokrácia nem szabadság, a demokrácia szabadság addig, amíg, akik uralják és irányítják a világot, akarják, hogy a szabadság legyen. Azok a tudatlanok, akik az utcán vannak millió számra, meg az interneten posztolgatnak, hozzászólnak, szerveződnek, azért tehetik meg még ezt, mert az irányítók, az elit, aki hatalmon van, megengedik nekik, hogy ezt megtegyék. Egészen addig, amíg az ő Érdekeiket ez szolgálja. És ezt látjuk ma a szemünk előtt kifejlődni. Szabadság addig terjed, ameddig a rendőr kordon engedi azt, hogy terjedjen. Addig terjed, ameddig ők akarják, hogy az terjedjen. Ha nem akarnák, hogy ezek az emberek az utcán legyenek, akkor nem lennének ott. Az a demokrácia, ami, amiben a tudatlan tömegek hisznek, és amit, amiért próbálnak harcolni, amit próbálnak fenntartani, az soha nem is létezett. Egy másfajta demokrácia azonban létezett. Az pedig a kenyeret és cirkusz demokrácia. Az, amiben élünk most is, és meggyőződésem, hogy ez mindig is ilyen szánalmas volt. Csak a mi információnk nem elégséges ahhoz, hogy pontos értékelést készítsünk erről, amit történt a múltban. Azonban most láthatjuk a saját szemünk előtt, hogy hogyan viselkedik az, az, az a tömeg, amely tökéletes tudatlanságban nő fel. Amely, amely tömegnek. Egész élete és annak minden eleme hazugságukból áll. Egészen kicsi korától egész életét hazugságban és tudatlanságban tölti. És harcol a rendszerért. Azért a rendszerért, ami korlátokat szab neki. És ami bebörtönzi, és ami a végén el fogja taposni úgy, mint a férget, ami ő valójában. De kanyarodjunk vissza a demokráciához, amiben mindannyian élünk. Egy szabad társadalom, amelyben több politikai párt jelöltjeiből választott törvényhozó testület az országgyűlés hozza a törvényeket minden állampolgár érdekeit szem előtt tartva, ellentétben a diktatúrával. Ha ilyen a demokrácia, akkor gondolom felmerül a kérdés mindenkiben, hogy vajon milyen lehet egy diktatúra ez egyszerűen csak a free range, a szabadon tartott állattartásnak az emberi verziója. Azzal szemben, ami a ketrecben nevelt állattartás, vagy pedig a rabszolgaság lenne. Valakinek kételye lennének e felől, ne felejts el azt, hogy olyan törvényhozókból áll a demokrácia, akik az ő érdekeit tartják szem előtt. Azok az emberek, akik ilyen nappal túlórában dolgoznak azért, hogy a tömegek élete jobb legyen. Hogy megmutassák azt, hogy hogyan is kell egy országot irányítani, a népet vezetni egy jobb élet felé. Ezek azok az emberek, akikért mi az utcára kell, hogy menjünk, szavazunk, és akiktől várjuk azt, hogy majd a mi életünket jobbá tegyék, és egyszerűbbé tegyék, hiszen ők értünk dolgoznak. Erre szánták az életüket. Azért, hogy a mi életünket jobbá tegyék és egyszerűbbé. Hogy példát mutassanak nekünk, hogy hogyan kell élni egy igazi demokráciában. Fáradhatatlanul dolgoznak, hogy jobbá tegyék az országot, és mindenki megélhetését egyszerűbbé tegyék, és elosztják azokat a javakat egyenlően, amiért mindannyian dolgozunk. Ez a demokrácia. Ezt jelenti a demokrácia szó nép uralom, ahol szabadon választott képviselők az emberek érdekeiért dolgoznak ét nappal éve túlórában. A demokrácia ma már a legtöbb országban jelen van. A demokrácia több szabadságot ad a benne élő állampolgárnak, mint a diktatúra. Ez talán az első igaz mondat. Egy demokráciában senkit se vádolnak meg politikai nézetei miatt, és a kisebbségeket sem érhetik hátrányok. Ez már azért annyira nem így van. Igazából ki lehetne elemezni azt az egészet, hogy mennyire nevetséges, de gondolom mindenki megteszi ezt majd magának, hogyha esetleg elgondolkodik azon, amiről szó volt, és megérti azt, hogy ez az egész egy színjáték. Okos, intelligens emberek kitaláltak egy rendszert évezredekkel ezelőtt, és a tökére fejlesztették azt a technológia és az ellenség segítségével. Felolvasok még néhány mondatot, és arra kérek mindenkit, hogy csak képzelje el a világot maga előtt, csukja be a szemét, azt, amiben élünk, a valóságot, és úgy hallgassa ezeket a mondatokat, és akkor meg fogja látni azt, hogy ezek az emberek, akik ezt az egész rendszert csinálták, azon röhögnek, hogy azok, akik benne élnek, mekkora álomvilágban élnek és mekkora hazugságban élnek. Magyarországon demokrácia van. A demokrácia az ókori Görögországtól ismert a történelemben. A demokráciában vagy az országgyűlés, vagy a választó polgárok választják meg az államfőt, aki az egész ország egységét képviseli az alkotmánynak megfelelően szabadságjogok megadásai társadalomban, mint demokrácia, ahol az egyéni és csoportos szabadságokat tiszteletben tartják, és az állampolgárok jogi egyenlőségét elismerik. Szóban, teszem hozzá, a demokrácia a kormányzat törvényeitől függ az adott országban, a civilizált társadalmakban általánosan elfogadott, hogy demokrácia van. Civilizáltról Jutott eszembe. Ma már alapelv, hogy a pártokon belül demokrácia működik. A demokrácia elvéből következik, a szavazótábor nagyságának fontossága, hogy le tudják mérni, hogy a tudatlan emberek mekkora százaléka, ám még mindig elmekontroll alatt, hogy azt higgye, hogy a véleménye számít. Az észszerű egyéni javaslatokat egy demokráciában le lehet szavazni. Nézzük, olvassuk el még egyszer, mert lehet, hogy nincs értelme a mondatnak. Az észszerű, hasznos, jó aminek ugye értelme van, egyéni javaslatokat egy demokráciában le lehet szavazni. Gondolom ez mindenkinek feltűnt már. Egy nevelési lehetőség lehet, ha a családon belül demokrácia van. A csoporton belüli felelősség megosztásának egyik módja lehet a demokrácia. Az egyenlő jogok, kötelességek és lehetőségek rendszere egy csoporton, közösségen belül ez a demokrácia. Az Egyenlő jogok, kötelességek és lehetőségek rendszere egy csoporton, közösségen belül, ami az ország. Nem is hiszem, hogy ehhez külön kommentár szükséges. Demokratikus ország, amelyet választott képviselők révén irányít a választásokon, többséget szerzett hatalmon levő párt vagy pártok szövetsége. Azonban a csattanó a végére maradt. Filozófia. Ugye a demokráciáról. Közjót szolgáló társadalom. Közjót szolgáló társadalom, amelyet etikus értékrend alapján felelős állampolgárok hoznak létre és tartanak fent. Nem is biztos, hogy ennek a mondatnak van olyan szava, aminek van értelme. Ennyit a filozófiáról. A társadalom minden tagja közössége számára, Biztosítja az emberi méltóságon alapuló szabadságjogokat, elérhetővé teszi az észszerű, tisztességes életet, békét, biztonságot és észszerű célok elérését. Természetesen az észszerű egyéni javaslatokat egy demokráciában le lehet szavazni, mint ahogy azt bizonyítja a valóság. Az állampolgárok a közhatalmat választott képviselők keresztül gyakorolják fussunk neki még egyszer. Az állampolgárok, hát gyakorlatilag te vagy én, a közhatalmat választott képviselőkön keresztül gyakorolják, akiknek személyes felelőssége, mi is az, az etikus értékrend betartása és a közjó szolgálata. Innen tudjuk, hogy ez ugye csak a filozófiában létezik. A demokrácia intézményes keretei már léteznek, de a gyakorlati megvalósítása még távolinak tűnik. Ugye ezt nem hagyhatták ki, hogy valamennyi igazság legalább legyen az egészben. Egy demokrácia más demokráciákkal szövetkezve egy válságok nélküli világot jelentene az emberiség. Hogy valamennyi új világrend programozás is belecsúszjon. Egy demokrácia más demokráciákkal szövetkezve egy válságok nélküli világot jelentene az emberiség. Hogy ezt miből feltételezik, azt nem tudom. De valószínűleg ez az új világrend definíciója. Most pedig, ahogy ígértem, megmutatom a videót, és remélem, hogy ezek után mindenki érteni fogja, hogy mire gondoltam, és azok számára, akik nem értenek angolul, szerintem azok számára is világos lesz az, amiről ezek az emberek beszélnek, illetve hát ordítanak. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja! What democracy looks like, show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Show me what democracy looks This is what democracy looks like. Show me what democracy looks This is what democracy looks like. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!